Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom. És a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mise elején tényleg izgultam, és elfelejtettem egy-két gyakorlati dolgot kihirdetni, amiket most szeretnék elmondani a misével kapcsolatosan. Szent misén nincsen persejezés, kihelyeztünk ide egy persejt, ide tehetik be a kedves testvérek az adományaikat. Tettünk ide ki májusi adorémuszokat is, ha valaki szeretne, illetve új embert is, ha valaki szeretne belőle vásárolni, megteheti. A Szent misén nincsen békeköszöntés, tehát hogy kerüljük a kézfogásra vagy egyéb módon kifejezett békecsókváltást, és a Szent misén kézbe fogunk áldoztatni Péter atyával majd az áldoztatáskor. Krisztusban, kedves testvérek, azt kérte Fülöp Jézustól a mai evangéliumban, hogy Jézus mutassa meg nekik az atyát. Arra vállalkoztam, miután hosszan gondolkodtam, imádkoztam a mai evangéliummal, hogy arról szeretnék beszélni a kedves testvéreknek, az atyáról, meg szeretném mutatni az atyát, pontosabban, hogy mit csinált az atya ebben az elmúlt két hónapban, még mi nem tudtunk az atya templomába elmenni. Egyébként a mai evangéliumnak a nagy döbbenete az, hogy a keresztény hit mennyire atyacentrikus. Hogy a hitünknek a szívében az Atya van, az Atya Isten. Az az Atya Isten, aki az emberek között, és sokszor a híveket is megkísérti, leginkább ki van téve a félreértéseknek. Akinek rossz volt az édesapjával való kapcsolata, annak az atyaképe rossz. Az nem tud az Atya Istennel mit kezdeni, az projektálja az Atya Istenre az ő rossz apaképét. Holott tudjuk, hogy valójában ez egy buktató, és fordítva működik a dolog, hiszen Szent Pál azt írja az efezusiakhoz írt levélben, hogy minden atyaság forrása az Isten, vagyis hogy a jó édesapa másolja az Isten atyaságát, a rossz édesapa pedig nem másolata az Istennek, az atyának. A mai evangélium döbbenete az, hogy a hitünk szívében egy atya van. Az atya, aki szereti a gyermekét, és mindent megtesz érte. Jézus azt mondja, hogy amiket ő mond, azt nem magától mondja, hanem az atya mondatja vele.
Vagyis Jézusnak minden tanítása az Istenről, legyen az kifejezett vagy képletes, példabeszédes tanítás, mindig az Atyáról szól. Az Atya az, aki elmegy megkeresni az elveszettet, ő a jó pásztor. A zsidók Istent, a mennyei Atyát pásztor Istennek, a jó pásztornak tartják, láthatjuk mindezt a 23. Zsoltárban. Az Atya az, aki eladja mindenét, hogy megvegye azt a gyöngyöt, amit talált, odaadta a fiát az emberért, mert megtalálta az embert. Az Atya az, aki mindig keresi a napszámosait, aki soha nem mond le az emberről, a világ végéig harcol és küzd azért, hogy az embert megszerezze, kivegye abból a nem jó világból, abból a nem jó életből, amiben az ember él. Az Atya az, aki mennyegzőt rendez a fiának, és meghívja rá a sántákat, a bénákat, a koldusokat, a hajléktalanokat, az ezer sebtől vérzetteket. Az Atya az irgalmas szamaritánus, aki keresi az emberek életének útfelén azokat, akik szerencsétlenül jártak, akik nem boldogok. Jézus minden tanítása az Atyáról szól. És Jézus nagyon sokszor példabeszédeken keresztül, példázatokon keresztül beszél az Atyáról. Azt gondolom, hogy ez az elmúlt két hónap is egy nagyon erős emberi példabeszéd volt az Atyáról. Mit csinált az Atya ebben az elmúlt két hónapban, amíg mi így liturgikusan nem tudtunk találkozni vele? De az Istennek nem volt akadálya ahhoz, hogy találkozzon velünk. Amikor a püspöki konferencia eldöntötte, hogy megszűnnek a nyilvános liturgiák, egy ismerősöm fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy ugye ez Nagybőjtben volt még, Atya, Nagybőjt elején olvastuk a szamariai asszonnyal való példabeszéd, a találkozását Jézusnak, és Jézus azt mondja annak az asszonynak, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Hát mi most nem fogjuk tudni másként tenni, csak lélekben és igazságban, mert nem tudunk templomba menni. De Atya, nem ez lenne valójában a hitünk próbája, hogy tudjuk-e templom nélkül, liturgia nélkül imádni az Istent, és egyek lenni vele, úgy is, hogy jobban ki vagyunk a bűnnek téve, hiszen nem lehet gyónni. Isten velünk volt eddig is, ebben a két hónapban is, és szeretnék példákat mutatni arra, hogy Isten mit csinált ebben a két hónapban, hogyan inspirált az emberi leleményességet a hitben, amelynek a gyümölcsei, testvérek, mi vagyunk itt mindannyian, és ez oly jó látni. Eszembe jutott egy zsolozsma himnuszunk, amelyben azt imádkozzuk az Istenről: éjséget kelt mennyeit, mit önmagával csillapít. Nem egy telefonhívást kaptam az elmúlt két hónapban, amely egy fájdalmas kiáltás volt, hogy annyira hiányzik az Isten, annyira éhezem az Isten igéjét, az oltári szentséget, a templom csendjét, hangulatát. Bután hangzik, ha azt mondom, hogy amíg templomba járattunk, ilyen telefonokat nem kaptam, mert nem szoktam kapni. De amikor ilyeneket kaptam, és nem is egyet, az nagyon megrendítő volt. Mit csinált az Isten? Provokálta az éhségünket, ahogyan ebben a himnuszban volt, hogy éhséget kelt mennyeit, mit önmagával csillapít. Többször idéztem már beszédekben a testvéreknek Lizziói Szent Terészt, aki azt mondja, hogy Isten a legmélyebb vágyainkon keresztül vezet bennünket önmagához, hogy provokálja a vágyainkat, hogy induljunk el, és a vágyaink beteljesülését keresve végsősorra rá fogunk Istenre találni. Csak egészen mélyen vágyódjunk, ne csak a felszínen szükségleteket, igényeket akarjunk kielégíteni. Isten provokálta az éhségünket, hogy keressük őt, hogy ne nyugodjunk abba bele, hogy hát most nem lehet templomba menni. Pál apostol azt mondja, egy második gondolat arról, hogy mit tett az Isten velünk ebben a pár hónapban. Pál apostol azt mondja, hogy bennünk az Isten lelke, a Szentlélek imádkozik, írja a Rómaiakhoz írt levélben. Nem egy tapasztalatot kaptam, illetve tapasztalatot szerezhettem arról e-mailben, telefonon, hogy emberek felfedezték az imádságnak a mélységeit, megtartó erejét ebben az időszakban. Ismerek olyan családot, akik azóta március 22-e óta zsolozsmáznak minden nap. Előtte nem tették. És otthon vannak és végzik közösen a zsolozsmát, ugye letölthető most már okostelefonra, számítógépre, bárhova. Azt a zsolozsmát, amely mindig hordozza a napnak a liturgiáját, amely egyfajta mise pótlék, ha úgy tetszik, hiszen dicsőítjük az Istent benne többször is naponta.
Nem egy tanúságtételt kaptam arról, ahogyan családok elkezdtek rózsafűzérezni, ahogyan megadott időpontban emberek egymásnak telefonálva együtt végeznek abban az időpontban imádságot napközben. Hát ezt is az Atya teszi, az ő leleménye, hogy a Szent Lelke által megtanít minket imádkozni. Nyomás alá teszi a szokásainkat, hogy most nincs templom, vajon mit kezdünk ezzel? Tudunk-e lélekben csatlakozni hozzá? Azt gondolom, az elmúlt két hónap egyik nagy nehézsége, küzdelme volt, ezt eszközelből is tapasztalhattam, Caritas munkatársakon is, munkatársaktól is kaptam erről információkat. Nagyon sok ember, aki segélyekből, alkalmi munkákból élt, vagy közfoglalkoztatott volt pici falvakban, elvesztette a bevételét, azt a pár havi pár tízezer forintot is. És nagyon bonyolult és igen nehéz feladat volt megszervezni, úgyhogy minden zárva van, az emberek nem érintkezhetnek, hogy ezek a szegény emberek kapjanak minden nap valamicskét, hogy tudjanak legalább aznap enni valamit. És itt családokról beszélünk, kicsi gyerekekkel. És Caritas munkatársaktól, önkéntesektől hallom vissza, hogy mindig volt valami kevéske, amit a bezárt üzletek ellenére is meg lehetett szerezni, hogy emberek megmaradjanak a felszínen. Illés prófétának a története jutott erről eszembe, amikor enni kér a száreptai özvegy asszonytól, aki azt mondja a prófétának, hogy nézd, annyi kajánk van, hogy nekem meg a fiamnak elég, neked már nem jut. És a proféta mondta, hogy bízzál, oszd, még egy szeletet vágjál ki nekem is belőle, és a szakajtó, meglátod, nem fog kiürülni. Nem ürült ki a szakajtó. Csak itt a plébánián 100 000 forintnyi adományt osztottunk el, én sem tudom, hogy honnan szereztük úgy, hogy be volt zárva minden üzlet. Ez is az Isten leleményesség, az Atya gondoskodott. Áprilisban fölhívott egy fiatal ember, hogy pap szeretne lenni, és hogy segítsek neki ebben. Úgy látszik, hogy mise nélkül is Isten meg tud hívni embereket a papságra. Megdöbbentő. Hogy nincs így liturgikus kapcsolat, nem látom ezt az embert, és ő belül ott a szívében, ebben a pusztaságban felfedezte, hogy Isten szólítja őt, hogy kövess engem. Ugyanúgy a napokban történt, hogy valaki fölhívott, hogy ő most szeretne megkeresztelkedni. Hogy találkozik a kereszténységgel, a templomaink be vannak zárva, mindenki elbújt, kijárási korlátozás van, és egy ember fölhív telefonon, hogy hát ő arra gondolt, hogy megkeresztelkedte. Mi ez, ha nem az Atyának a műve megint, aki rejtetten működik a sorok között, az árnyékban, az ember élet sötét helyzeteiben. Amikor István diakónust megkövezik, olvassuk az apostolok cselekedeteiben, a jeruzsálemi keresztényekkel szemben egy nagyfokú egyházüldözés tört ki, amelynek a vezetője egy bizonyos Saul volt, másik néven Pál, a későbbi Pál apostol. Amikor kitör ez az egyházüldözés, a jeruzsálemi keresztények elbújnak. Nyilván féltik az életüket, jól teszik. Elbújtak, nem mutatkoztak nyilvánosan, nem hirdették nyilvánosan Jeruzsálem utcán Jézust. De olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ennek ellenére az Úr napról napra növelte a létszámot. Pedig elbújtak a láthatatlanba. Amikor vetés van, bedugják a földbe a magot, betemetik, nem látszik, hogy mi történik vele. Ezt egyszer csak kibújik belőle sok-sok élet. Valami ilyesmit csinált velünk az Isten az elmúlt két hónapban. Az Atya szeret bennünket, és nem hagyott árván, Szent Lelke által provokálta hitünk leleményét, teszi ezt most is. Most, ha majd megint vissza kell egy kicsit bújjunk otthonainkba, hiszen a veszély nem múlt még el, azért felhőtlen örömködésre még nincsen okunk, keressük az Atyát ebben a zártságban, sötétben, Noé bárkájában az Isten is ott utazott, összezárva voltak Noé és a szerettei. Keressük továbbra is az Istent, az ő akaratát, az ő jelenlétét, és az ő inspiráló leleményességét fogadjuk meg és tegyük magunkévá.